A HR-rend kozármisleny labdarúgó csapata 30 forduló után 12 győzelemmel, ugyanennyi vereséggel és 6 döntetlennel visszacsúszott a 9. helyre az MB3 csoportjában. A sorozatban elszenvedett vereségek miatt edzőváltás mellett döntött a vezetőség. Most a vezetőség a kialakult helyzetre való tekintettel úgy döntött, hogy jelenlegi hár munkáját megköszöni, akinek egyébként ezúttal is sok sikert kívánunk, és köszönjük a munkáját, mert a lelkiismeretességében, meg a szakmaiságában én azt gondolom, hogy nem tudtunk, meg nem is szerettünk volna belekötni. Tehát tényleg egy, egy jó szakembert ismertünk meg személybe, viszont úgy határoztunk, hogy kicsit más irányba kell tovább mennünk. Jelen a Rihárd mellett távozik Szakály Bálint erőlléti edző és Volcsányi Csaba kapus edző is. Utóbbi szakembert a klub vezetősége arra kérte, hogy a szezon végéig töltse ki felmondási idejét. A megbízott vezetőedző Kovács Zoltán lett, aki 2014 nyarától van a klub kötelékében. Akkor német Zsolt segítője volt az MB3-ban ezüstérmet szerzett csapatnál, és az idei évben utánpótlás szakmai igazgatóként és az U19-es csapat vezetőedzője tevékenykedik, együttese vezeti a bajnokságot. Örömmel vállaltam, hiszen ismerem 8 éve itt voltam velük, úgyhogy bízom benne, hogy helyre tudjuk állítani az önbizalmat, és a támadó játékodon tudunk segíteni. Az új vezetőedző munkáját továbbra is segíti Lok Krisztián, valamint a megbízott pályaedző Vitrédi Dávid lett, aki a klub utánpótlásában tevékenykedik. A korábbi MB1-es futbalista több ízben is erősítette az MB2-es és az MB3-as csapatot is.